Szép jó estét kívánok minden kedves nézőmnek, vagy szép jó reggelt, persze ha délelőtt nézed a videót. Ez a mai teória videó az utolsó videóm lesz ebben a seasonben, legközelebb már csak holnap lesz videó, vagyis season 2-ben. Ha minden igaz, több teaser már nem lesz, szóval megbeszéljük az eddigi teasereket, hogy miket is kaptunk, ugyanis azóta jött megint jó pár. De mielőtt belekezdenék a videóba, ne felejtsétek el használni a Super Creator kódomat, ami nem más, mint Ghostly Rider. Ezzel is bearanyoznátok a napomat. Köszönöm szépen. És akkor kezdjük is el. Még a mai nap folyamán délelőtt jött egy újabb teaser kép, amin egy robbanó hordó van. Nagyon semmi extra nincs a képen, csupán annyi, hogy Ego és Alter logók repkednek mindenfelé, illetve kisebb darabkák. Viszont valakinek sikerült összerakni ezeket a darabokat, és meg fogtok lepődni, elég durva dolog jött ki belőle. Ugye még emlékeztek Season 4-re, Carbide bázisára. Ugye a Season 4-ben szuperhősök voltak, Omega versus Carbide, de ugye a végén kiderült, hogy mindenki csak színész. Viszont Season 5-ben már eltűntek, annyira, hogy Carbide és Omega bázisa lepusztult, vagyis valahová elmentek. És úgy látszik, hogy van egy kis esély arra, hogy visszatérnek. Ugyanis a darabokat összerakjuk, akkor kijön Carbide-nak a logója. Hát kíváncsi leszek, hogy tényleg az eredeti Carbide jön-e vissza, vagy esetleg egy ilyen Season X-szerű alternatív Carbide és Omega. A következő teaser képen meg mintha valami atombomba lenne, ugye rá van írva egy kaboom, szóval valami hatalmas robbanásra képes rakéta. Fölé meg oda van írva egy danger, vagyis veszély. Ez most jó kérdés, hogy ez most egy cinematicban lesz-e benne, esetleg item fegyver lesz-e, nem tudom. Az is meg lehet, hogy szimplán egy glider lesz, ugyanis a fájlok között van egy hasonló dolog, ami már régóta bent van. A kép bal oldalán viszont van egy kis térkép részlet, és rá is jöttek, hogy hová is való. Nagyon úgy látszik, hogy Slurpee Swamp mellé egy olajfúró tele fog jönni, ugyanis teljes mértékben odaillik ez a térkép részlet, és ha ezt a képet felvilágosítjuk, akkor láthatólag ugye ott van ez a olajfúró település. Nem rossz dolog ez végül is, mert nem elvesznek a szigetből, hanem hozzáadnak. Főleg így, hogy tudunk úszni, így több helyet is be tudnak rakni a vízbe. A következő teaser kép még érdekesebb, mint az előző. Ugyanis ezen lehet látni egy rakétaszerű valamit, vagy esetleg egy felülnézetben egy jaktot. Ezt így most nehéz eldönteni, hogy mi is ez valójában. Annyi biztos, hogy a kép jobb oldalán nagybetűkkel ki van írva, hogy 9 élet, vagyis tudjátok ez mire utal. Viszont ami még érdekes a képen, hogy a 9 élet felirat felett van egy olyan, hogy sieben, és ezt megnéztem, hogy mit jelent, hát hetet jelent. Szóval 7, mint 7, és ott van egy rakétaszerű valami. Talán Visitor visszatér, esetleg ez a Miau ügynök macska, ez talán egy a 7 közül. Nagyon úgy látszik, hogy az Epic kezdi összekaparni magát, és talán egy jó sztorit összerak, egy izgalmas történetet, mint régen. És elérkeztünk hát az utolsó teaser képhez, amin egy gombolyag van, amire 2 gránát rá van kötve, és olyan gránátok, aminek egérfeje van. 2 dologra tudok tippelni, hogy vagy egy új gránátszerűség, vagy esetleg Miau ügynöknek a backblingje. Ja, egyébként jobb oldalt ott van egy macska fejecske, ami nagyon aranyos és csillog a szeme. Ez egyértelműen alátámasztja, hogy Miau ügynök Battle Pass-es lesz, legalábbis Season 2-ben biztos benne lesz. Illetve megnézitek ezeket a kis csillogásokat itt fent, ugye meg a macskának a szeme is ugyanúgy csillog, ez pont ugyanolyan csillogás, mint az eredeti Season 7-es képen. Szóval Miau ügynök létezik, és alig várja, hogy holnap menjünk vele pár kört. Tudjátok, elő lehet azt adni, hogy Miau ügynök zúz. Na és így a videó végére összeszedtem még nektek pár érdekességet. Donald Master megint megváltoztatta a helyszínét, legalábbis ugyanaz a helyszín, viszont már csak egy pötty van, ami azt jelenti, hogy holnap új season. És itt van még egy érdekesség, amit sikerült megfejteni. Ha az összes teaser betűit összerakjuk, akkor nagyon érdekes szó jön ki. Itt van az első jobb oldalt, mint M betű. A második a dinamitos kép, ugye itt egy ID van. Végezetül pedig a rakéta, amin egy ász van. Ezeket összerakva pedig kijön, hogy Midas. De mi is ez a Midas? Az egész történetet nem fogom nektek elmesélni, Wikipédián megtaláljátok Midas történetét. Annyi a lényege, hogy egy kapzsi király volt, aki Istentől azt kérte, hogy amihez hozzáér, az váljon aranyjá. Van is egy könyv, hogy Midas érintése,
és ugye a borítója szinte ugyanolyan, mint a Fortnite logója jelenleg, egy aranyozott kézlenyomat. Egyre jobban olyan érzésem van, hogy Midas nem más, mint Oro, mert ugye van olyan aranyozott koronája, meg minden, de ugye ez holnap kiderül, hogy mi is van, mi is lesz ez valójában, mennyire folyik bele a történetbe. Végre jelentést kapnak a bunkerek. Nagyon úgy látszik, hogy a bunkereknél lesznek pályaváltozások, ugye Slurpee Swamp mellett, illetve Retail mellett is talán lesz valami. Amire én tippelek, hogy Slurpee Swamp mellett lesz az olajfúró település, Craggy mellett ott fent, ott pedig a yacht lesz. A jobb oldali helyet már nehéz lenne megállapítani, ott nem tudom, hogy mi lesz, illetve a sziget közepén lesz ugye az a hatalmas Ego bázis helikopter leszállóval. Legalábbis remélem. A következő seasonről annyit tudunk, hogy a hangbeállításoknál ki lehet kapcsolni a copyrightos emote-okat. Ez ugye azt jelenti, hogy a jövőben még több copyrightos emote lesz bent, mint ugye a mostani. Még ami itt feltűnt, hogy van már dialógus beállítás. Ugye Save the World-ben beszélnek a karakterek, meg minden, Battle Royale-ban eddig nem volt ilyen, csak egyszer ugye a Visitor felvételeknél beszélt a karakter, viszont nagyon úgy néz ki, hogy talán olyan történet lesz, amiben beszélnek, kommunikálnak egymással a karakterek. A Team Rumble is változni fog jó irányba. Például kéknél rosszabb fegyvert nem fogunk találni, illetve a bandage-eket kiveszik. A glider is változni fog, ugyanis nem kell inventoringban tárolni a glidert, hanem végtelenségig el tudjuk dobálni bármikor. A meccs elején 150 alapanyaggal fogunk kezdeni mindenből, és a skill matchmakinget kiveszik, ami azt jelenti, hogy nem a skillünket nem nézi a Team Rumble, hanem bármilyen emberrel összedobhat. Őszintén megvalva nem is tudtam, hogy a játék, legalábbis a Team Rumble nézi azt, hogy milyen játékosok vagyunk, azt hittem, hogy mindig random dobál be, ezek szerint nem. Meg még annyi, hogy a Victory Royale-hoz 125 kill kell. Nos srácok, ennyi lett volna az az esti, reggeli videó. Ha tetszett, akkor dobjatok lájkot, illetve iratkozzatok fel, ha még nem vagytok. Holnap pedig találkozunk, szerintem 8-9-kor már kezdődni fog a stream, és hype-olódunk a következő seasonre. Így, hogy tudjuk, hogy milyen ügynök bent lesz, mint Battle Pass skin, vagy legalábbis item shopos lesz, így nagyon várom a season-t, kíváncsi leszek erre a skinre, ezt SQS várom a legjobban, illetve... Ugye Visitor rakéta is érdekes, ott lesz a Carbide logó, nagyon sok minden lesz ebben a seasonben, remélhetőleg ugye 4 hónapig season 1 volt, eddig dolgoztak rajta, úgyhogy bízok benne, hogy fajn lesz. Illetve ott van még a Chaos Engine, amire nagyon kíváncsi leszek, hogy hogy fog kinézni, hát Epic, bízok benned. Hát srácok, ennyi lett volna a videó, legközelebb Twitch-en találkozunk, ahol menni fog a season 2-es stream. Gold 4 Rider voltam, sziasztok!